jöttünk a kék pántlika mezőnyét, látjuk a kék szalag előtt van a gyerekeknek egy hasonló jellegű túraverseny. Látszólag úgy néz ki, mintha össze-vissza fölle járkálnának a hajók, de ott lent a nádas alatt van egy bója, abból az irányból fúj a szél. Szélesszemben nem lehet vitorlázni, csak a széltől valamilyen szögbe, tehát egy ilyen fölrajzolt cikcakot meg kell tenni. Ezek olyan hajók, amiket a legénység meg a kormányosnak a tömege tart egyensúlyba, amit lehet látni, hogy a hátsó fiatalember vagy lány kormányoz, és az első pedig a saját testsúlyát, föl van kötve a zárbochoz egy hevederrel, egy rocskötélen, és a saját testsúlyát helyezik ki a hajón belülre, kívülre, különböző pozíciókba, úgyhogy a hajó legoptimálisabb szögbe dőljön. Épp most érkezett meg a menetrend szerinti gyors hajójárat, amivel mi is stílusosan át tudunk ruccani 10 perc alatt Tihanyba. Idén március 26-án 170. alkalommal kezdtük meg a hajózást a Balatonon. Én azt gondolom, hogy ez az év alapvetően a múlt tiszteletéről szól, de egyúttal a megújulásról is. Kettő hajónk idén a 125. születésnapját ünnepli, a Kelén, ne Balatonfüreden szolgál, illetve a Helka nevű hajónk, amely Keszthelyen teljesíti ugyanezt a szolgálatot. Mögöttem van a 125 éve szolgálatot teljesítő Kelén hajó. Nézzük meg, hogy mit érdemes tudni róla. Csavargőzösnek épült, úgyhogy egy nagy kazán és egy nagy gőzgép volt benne. Ez a harmadik masina, ami benne van. Ezelőtt 963-ban kapta az első dízel motorját, ugye ennek az elődjét. Ez egy Bukavolf volt, és ez pedig 1980 óta van benne. Maga a test. Ez még mind eredeti szegecselés. A jókai kultuszon túl mi az, amit még tudtok nekünk mutatni a jókai bableves és az aranyemberen kívül jókairól? Hát jókairól igazából nagyon sok mindent. Az ő magánéletét és botrányosabb magánéletét nem ismerik, vagy erről nem beszélünk, vagy kevesebbet beszélünk, pedig létező dolog és nagyon izgalmas dolog. Igazából mi árnyalni szeretnénk az ő kultuszát és megmutatni az érem másik oldalát, ami kiegészíti és egészé teszi az ő történelmét. Kezdődött azzal az ő magánéleti botránya, hogy egy majd 10 évvel idősebb nőt vesz feleségül, aki ráadásul színésznő és törvénytelen gyermeke van, majd 72 évesen egy nála jóval fiatalabb 18 éves lányt vesz feleségül, aki szintén színészi babérokra tör, úgyhogy az ő élete tele volt kalanddal.